azok a fiatalok, akik most megmérkőznek egymással, azok a közösségeik legjobbjai. Tehát amikor őket nézzük, figyeljük, vagy bíráljuk, az a jövő agrár értelmisége, akik majd jönnek utánunk és teszik a dolgokat. Rájuk hárul majd az a feladat, hogy mindazt a kihívást, amire 21. század agráriuma küzd, azt hogyan tudják megvalósítani. Mennyire lesznek kreatívak, mennyire lesznek eléggé elszántak ahhoz, hogy megkeressék a megfelelő válaszokat. Mert rengeteg választ kell megtalálniuk, és azért örülök ennek a versenynek, mert azok a csapatok, akik az ország különböző egyeteméről ide jönnek, azok nem riválisai vagy vetélytársai egymásnak, hanem igazából szövetségesei lesznek, hiszen az agrárium előtt álló kérdések és problémák akkorák, hogy ezt csak válválvetve lehet majd megoldani, és az nagyon jó, hogy kapcsolatokat építenek, versengenek egymással, barátkoznak egymással, és egy nagyon jó kis közösség épül